Sziasztok, kedves nézőim! Az ukrán és nyugati médiában már egy ideje folyamatosan jelennek meg hírek az ukrán légierő nyugati típusú harci repülőgépekkel történő felfegyverzéséről. Az első helyen szóban forgó repülőgép az amerikai F-16-os Fighting Falcon. Amíg a politikusok erről a nehéz döntésről vitatkoznak, addig a katonai szakértők a legendás vadászgép erősségeit és gyengeségeit vizsgálják. Az ukrán pilóták egyébként már elkezdtek ismerkedni a repülőgéppel. Mai videónkban elmeséljük a legendás Fighting Falcon történetét, megmutatjuk a gép különböző modifikációit, illetve átnézzük a repülőgép műszaki jellemzőit is. Az F-16-os történetének kezdetéhez egészen 1965. április 9-ig kell visszamennünk az időben. Ezen a napon egy légicsata zajlott a vietnámi háborúban a Hajnan-sziget felett. Az ütközetben amerikai F-4B Phantom vadászgépek és kínai MiG-17-esek csaptak össze. A harcban mindkét fél aktívan támadta egymást, de míg a kínaiak mindegyik repülőgépe sikeresen hazatért, addig az amerikaiak elvesztettek egy F-4-est. A csata után a légierő katonai parancsnoksága felvetette egy új, könnyű, jól manőverezhető és viszonylag olcsó vadászgép létrehozásának ötletét. Az új generációs vadász fejlesztése 1972 elején kezdődött el, a Lightweight Fighter, vagyis a könnyű vadászrepülőgép program részeként. A pályázatot a General Dynamics vállalat YF-16-os prototípusa nyerte meg. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma több mint 39 millió dollár értékben kötött szerződést a céggel. A tender döntősei között ott volt még a Northrop YF-17-es projektje is, amely később pozitívan járult hozzá a könnyű vadászgép program sikeres befejezéséhez. Az első prototípus YF-16 néven 1974. januárjában emelkedett a levegőbe a kaliforniai Edwards légibázisról. A felszállás nem volt szándékos. Egy nagysebességi gurulási teszt során a gép imbolyogni kezdett, a vízszintes vezérség pedig hozzáért a talajhoz. Philip Ostricher tesztpilóta úgy döntött, hogy a baleset elkerülése érdekében inkább felszáll a repülőgéppel. Egy rövid, 6 perces repülés után sikeresen földet ért a kifutópályán. 1974. február 2-án hivatalosan is felszállt az új típus. 1975. január 13-án a prototípus megszabadult a kísérleti repülőkhöz hozzárendelt Y-jelzéstől, és gyártásba került. A repülőgép megkapta a Fighting Falcon elnevezést, ami magyarul annyit jelent, a harci sólyom. Az F-16-os modern változatai teljes értékű, több célú harci repülőgépeknek tekinthetők, melyek kiváló minőségű sárkányszerkezettel, kivételes aerodinamikai tulajdonságokkal és modern repülés elektronikával rendelkeznek. A vadászgép középszárnyas kialakítású, de a szárny gyakorlatilag egybefolyik a törzsel. Ez egy klasszikus megoldás a negyedik generációs vadászrepülők körében. A szerkezet lehetővé teszi a nagyobb belső terek kialakítását és több üzemanyag elhelyezését a törzsben, valamint növeli a felhajtó erőt is. A szárnyak előre nyúló részei által keltett örvények a normál repülési helyzetekben szintén növelik a felhajtó erőt. Ezeket a megoldásokat még a 60-as években fejlesztették ki, de a korai vadászokon a konzervatív tervezők még nem alkalmazták a modifikációkat. Mivel a fejlesztési program legfontosabb célja a legmagasabb szintű manőverezhetőség volt, az F-16-os komplex kormányvezérlési rendszereket kapott flaperonokkal a szárnyain. A flaperonok csűrőként és fékszárnyakként is funkcionálnak egyszerre. Kormányzás szempontjából az F-16-os bonyolultabb szerkezetű, mint a nagyobb F-15-ös. Az F-16-os egy darab függőleges vezérsíkot kapott, ami leegyszerűsítette a tervezést és a gyártást. A vezérsík maga hátul a hajtómű felett található, és az alján kialakításra került egy berendezéseket tartalmazó rekesz is, amely még több funkcióval vértezi fel a típust. A repülőgép aerodinamikai fékjei kicsit szokatlanok. A törzsféklapok két részből állnak, és a törzs hátsó részén a hajtómű két oldalán kaptak helyet. A féklapok szétválása után felfelé és lefelé nyithatók. A vízszintes vezérsíkok hátranyilazottak. A hajtómű alatt további két vezérsíkot helyeztek el a mérnökök, amelyek oldalra és felfelé irányulnak. Az F-15-öshöz hasonlóan a hajtómű alatt helyet kapott egy horog is, amellyel kényszerleszállás esetén a gép belekapaszkodhat a kifutópálya köteleibe. A repülőgép hagyományos, hárompontos, tricikli elrendezésű futóművel rendelkezik. A futómű gyenge kinézete ellenére elég erős ahhoz, hogy a repülőgép ne igényeljen feltétlenül hibátlan minőségű kifutópályát az üzemeléshez. A légbeömlő nyílás helyzete miatt az orrfutót azonban át kellett tervezni. Ha az orrfutó a nyílás előtt maradt volna, akkor jelentősen lerontotta volna a beáramló levegő minőségét, és növelte volna az idegentárgyak beszívásának kockázatát. Az orrfutót ezért a mérnökök a légbeömlő alá tervezték. A típus legnagyobb erénye a hajtóműve.
Kezdetben az F-16-ost egy PV-F100-200-as típusjelzésű sugárhajtóművel látták el, amely gyakorlatilag az F-15-ös PV-F100-as erőforrásának módosított változata, 10,8 tonnás tolóerővel. Az F-16-os tömege mindössze 60%-a az F-15-ös tömegének, ezért a Fighting Falcon kiváló tolóerőtömegarányt képes demonstrálni, 2178 km/h sebességgel, 12200 méteres magasságban. A vadászgép képes 8,5 tonna fegyverzetet a levegőbe emelni. Az egyhajtóműves kialakítás egy nagyon sikeres koncepciónak bizonyult, és jelentősen megkönnyítette a gép műszaki kiszolgálását és karbantartását is. Napjainkban az F-16-os egy repülési órájának a költsége kb. 8000 dollár, vagyis 2,9 millió forint körül mozog, ami egyáltalán nem számít drága üzemidőnek. Összehasonlításképp az F-15-ös üzemórájának költsége 21 ezer dollár, vagyis 7,6 millió forint. Míg az F-35-ös költsége eléri a 28 ezer dollárt, ami 10,1 millió forint óránként. A hajtómű eleinte sok problémával küzdött. A problémák miatt számos korlátozást vezettek be a korai gyártású példányokon. A 80-as évek közepén a légierő elindított egy kezdeményezést, hogy új hajtóművet találjanak a típusra. Az új hajtómű a General Electric F-110-es lett. A hajtóművet idővel modernizálták, ezért a motorok megbízhatóbbá és erősebbé váltak. A hajtóművek hamarosan elérték a 14,7 tonnás tolóerőt. Az F-16-os tömeggyártása nyereségessé tette a típust a beszállítók számára, és kényelmessé a vásárlók számára. A megrendelők választhattak, melyik hajtóművel szeretnék konfigurálni a típust. A különböző hajtóművekkel rendelkező repülőgépek között természetesen van némi különbség. A példányok eltérnek a fúvókákon lévő tollak alakjában, valamint a légbeömlő nyílás mérete is más. Az F-110-es hajtómű nagyobb légbeömlő nyílást igényel, ezért ez az elsődleges megkülönböztetőjegye az F-110-esekkel rendelkező vadászoknak. A típus alkalmas a légi utántöltésre, és ez az a képesség, ami elengedhetetlen, mert a hatótávolság átlagosnak számít. Az F-16 céljezésű változatának harci sugara teljes fegyverzettel 550 km, míg a hatótávolsága póttartályokkal repülve 4200 km. Mivel a típus a légierő számára készült, ezért a légi utántöltésre az amerikai típusú merev csöves rendszert használja. Annak ellenére, hogy az F-16-ost eredetileg légiharcba tervezték, a típus nagyon jól boldogul vadászbombázó szerepkörben és elektronikai zavaró szerepkörben is. Az F-16-osok fegyverzete a légierőben klasszikusnak számító konfigurációból állt. Még olyan egzotikus fegyverek is az arzenál részei voltak, mint a Phoenix-ek. Az AAB változatot felszerelték az M9-es Sidewinder rövid hatótávolságú levegő-levegő rakétával és a közepes hatótávolságú M7 Sparrow levegő-levegő rakétával is. A következő széria gépei már képessé váltak a földi célpontok megsemmisítésére hagyományos bombákkal, mint például a Mark 82-es bombával. Idővel jelentősen bővült a fegyvertár, és felszerelhetővé váltak a könnyű rakétákon kívül a bombákon át a nukleáris fegyverek is. A hordozható fegyverek széles skálája igazi légi gladiátorrá tették a típust. A Fighting Falconra felszerelték az M61-es Vulcan gépágyukat is, amelyek a közeli légi harc elengedhetetlen kellékei. Na de ki irányítja ezt a potens hadigépezetet? Az F-16-os légiharcra tervezték, ezért a General Dynamics mérnökei kiváló kilátást szerettek volna biztosítani a pilótának. A kabintető tömör csepp alakú, teljes egészében egy darabból áll, így csodálatos kilátást biztosít minden irányban. Az F-16-os elektronikus szeme kezdetben a Westinghouse APG-66-os radar volt. A radarok alakját kismértékben módosítani kellett, hogy beleférjenek az orrkúpba, de az eszköz képességei nem csökkentek jelentősen az átalakítás után. A modellek és a lokátorok fejlődésével természetesen az elektronikus képességei is fejlődtek a típusnak. Az új F-16-osok manapság a Northrop Grumman aktív fázis vezérlésű APG-80-as radarjait hordozzák. A típust továbbra is olcsó gyártatóságúra szerették volna meghagyni. A szerkezet 80%-ban alumíniumból készült, az összetett anyagok aránya kicsi. Gyártási szempontból a gép meglehetősen konzervatívnak mondható, de nagy előnye, hogy a legtöbb rendszer könnyen karbantartható. A General Dynamics mérnökeinek nagy büszkesége a több mint 8000 órás tervezett élettartam. A katonaság követelményei szerényebbek voltak, mint a típus képességei. Általánosságban igaz, hogy a típus hatékonysága és hosszú élettartama a fő indokai az F-16-os sikerességének a nemzetközi piacon. Első pillantásra ezek a tulajdonságok lényegtelennek tűnnek a közvetlen légiharcban, de ha egy nagyméretű flotta hosszú távú üzemeltetésének és karbantartásának szemszögéből nézzük a dolgot, akkor nagyon is fontossá válnak ezek a paraméterek. Minden ország egy olyan légierőt szeretne, amely képes megvédeni az eget és hatékonyan tud fellépni a fenyegetésekkel szemben.
Egy ilyen nagy számban gyártott típusnak természetesen vannak elég különleges változatai is. Az YF-16 CCV és az F-16 AFTI prototípusok úgynevezett független manőverezést demonstrálnak, melynek során a repülőgépek különböző síkokban mozogtak anélkül, hogy jelentősebb manővereket kellett volna végrehajtaniuk. Az ominózus prototípusokat forgatható vezérsíkokkal látták el a törzs alatt, és jelentősen módosították a fedélzeti elektronikájukat. A megoldások rendkívül érdekes kísérleti eredményeket produkáltak, de a változatok végül nem kerültek gyártásba. A 80-as években napvilágot látott egy másik különleges variáns is, az F-16 XL. A változat meghosszabbított törzsel és palást szárnyakkal rendelkezett. A modifikációt benevezték a több célú támadó repülőgép kifejezésre irányuló tenderre, de a versenyt végül elvesztette az F-15E Strike Eagle ellen. A különleges F-16-os ezután tovább repült a NASA kísérleti flottájának tagjaként. Az F-16-os élete során rengeteg generáció született meg. Eleinte az együléses F-16A és a kétüléses F-16B verziók repültek. Később megjelentek a második generációs F-16C és F-16D változatok, amelyeken már kijavították a típus gyermekbetegségeit, modernizálták rajtuk a fedélzeti rendszereket és kibővítették a hordozható fegyverek listáját. A legújabb radarok és hajtóművek az F-16E és F jelzésű példányokba kerültek, amelyek továbbá opcionálisan felszerelhető üzemanyagtartályokat is kaptak. Ezek a pottartályok heves vitákat váltottak ki a szakmai körökben, mert egyesek nem tartották túlzottan esztétikusnak a púpokat, de a repülési hatótávolság sajnos kulcskérdés egy háborúban. A legfejlettebb változat az F-16V, ahol a V betű a Viper név rövidítése. Az évtizedek alatt a pilóták nagyon megkedvelték a típust, hiszen ez egy 4++ generációs vadászbombázó, amely gyakorlatilag egy mindennel felszerelt, rendkívül potens repülőgép. A V-verziót úgy tervezték, hogy a régebbi gépeket is át lehessen alakítani erre a modifikációra. A fejlesztések tudatos és átgondolt struktúrája miatt az F-16-os nagyon sikeres lett, és a világ leggyakoribb negyedik generációs típusává vált. Az Egyesült Államokban a vadászgép, a légierő és a Nemzeti Gárda kötelékeiben szolgál. A Thunderbirds bemutató kötelék szintén az F-16-ossal repül. Az amerikai légierőn kívül a vadászbombázó további 25 ország légterének első számú védelmezője. A Thunderbird csapatokon kívül a szingapúri Black Knights kötelék szintén F-16-osokkal repül. Összesen mintegy 4600 példány készült a típusból. Európán kívül a típust licensz alapján gyártják még Törökországban, ahol a Turkish Aerospace Industries végzi az összeszerelést. A KF-16-os verziót Dél-Koreában gyártják. Japánban a Mitsubishi F-2 jelzéssel gyártja az F-16-os egyik változatát. A japánok nagyon megsértődnek, amikor valaki helyi F-16-os néven említi az F-2-es típusokat. A Lockheed Martin jelenlegi legnagyobb feladata az indiai piac meghódítása. Az MMRC a pályázaton a kezdetektől fogva jelen volt az F-16N verzió, de sajnos nem szerezte meg az első helyet a versenyben. Most a Lockheed licensz alapján történő gyártással egybekötött csomagot ajánl Indiának, amely már az F-16V Block 70-es változatának összeszerelését tenné lehetővé az ázsiai országnak. Az Egyesült Államokban már lecsökkentették a gyártás mértékét, mert a Lockheed inkább az új F-35-ösre koncentrál, valamint a flotta csökkentését is indítványozták már a kongresszusban. A döntés részeként az F-16-os összeszerelősorát átköltöztetik Texasból Dél-Karolinába. Az elmúlt évtizedekben a vadászgépek részt vettek az Egyesült Államok által vívott összes fegyveres konfliktusban, és a mai napig jelen vannak a gépek a fronton. Ez feltehetőleg mindaddig így marad, amíg az F-35-ösök teljesen le nem váltják a falkonokat. A világ többi részén az F-16-os továbbra is a hadigépezet legfontosabb fogaskereke. Izrael volt az első ország, amely bevetette a típust az 1980-as években. A zsidó állam gyakorlatilag az átvétel után egyből harcba küldte a gépeket. Az izraeli repülőgépek minden nap repülnek. Törökország, Pakisztán és még sok más ország szintén minden nap repülteti a vadászokat, és a külpolitika ökleiként használja a típust. Az F-16-os jelenlegi árát nehéz megbecsülni a nagy darabszám miatt. Nagyjából sejthető azonban, hogy az ár kb. 35-55 millió dollár, azaz 12,6 és 20 milliárd forint között mozoghat. Az F-16-os egyik nagy erénye, hogy képes alkalmazni a Link-16-os adatátviteli rendszert, amely a repülőgépek között, a repülőgép és radarok között, valamint a légvédelmi rendszer, például Patriot között biztosít kapcsolatot. Az adatátvitelnek köszönhetően a repülőgépek kibővített információkkal rendelkeznek a célokról. A vadászgépnek hosszú és kacifántos élettörténete van. Az amerikai mérnököknek sikerült létrehozniuk egy könnyű és jól manőverezhető repülőgépet, amely a fegyverek széles tárházának hordozására képes. A típusnak a légi célok mellett a földi célok megsemmisítése sem akadály. Az F-16-os az elmúlt 40 év alatt rengeteg harci helyzetben biztosította kiváló képességeit.
A repülőgép ma is releváns és potens eszköze a világ számos légierejének. Filmünk erről a csodálatos repülőgépről itt véget ért. Lájkoljatok és kommenteljetek bátran! Hamarosan újabb tartalmakkal jelentkezünk. Addig is, sziasztok!